Pakson második éve a Városháza előtti téren zajlik az adventi készülődés. A karácsonyi vásártér vasárnap nyitotta meg kapuit. A koncertek mellett más programok is várják a vendégeket karácsonyig. Forralt borozhatnak, és természetesen sült gesztenyét is ehetnek a vendégek. Az ideiglenesen felállított jégpályán pedig jégkorcsolyázhatnak is. Minden hétvégére programokkal készül a város egészen karácsonyig. Számunkra, a város számára nagyon fontos a család, így azt is nagyon fontosnak tartottuk, hogy a programokat úgy állítsuk össze, hogy minden generáció a dédunokától a dédszülővel bezárólag megtalálja a neki tetszőt. Az advent a keresztény kultúrkörben a karácsony napját megelőző negyedik vasárnaptól egészen a karácsonyig tartó időszak. A keresztények a hagyomány szerint ebben a 4 hétben jó cselekedetekkel és bűnbánattal, valamint elcsendesedve készülnek Jézus születésének ünnepére. De hagyjuk meg most ezt a pillanatot. Bonyhádon a település polgármestere és a Szeged Csanádi Egyházmegye püspöke együtt gyújtották meg a város adventi koszorújának első gyertyáját. Sokan gyűltek össze a kaszinó kertben, hogy advent első vasárnapja előtt egy nappal, szombat este együtt készüljenek az ünnepre. Filóné Ferenc Ibolya, a város polgármestere arról beszélt, öröm számára, hogy az adventi programsorozatot a nemrégen átadott, teljesen felújított kaszinó kertben tudják megtartani. De minden szombat este várunk mindenkit sok szeretettel, és majd a jövőben is. Mindenkinek nagyon boldog karácsonyt kívánok! Kis Rigó László azt mondta, hogy a Biblia tanítása szerint keresztelő Szent János arra kérte a híveket, az adventi időszakban tegyenek mindent ugyanúgy, mint az év többi szakában, csak figyeljenek egymásra sokkal jobban. A püspök szerint ezek a gondolatok 2019-ben is helytállóak. A szülők legyenek egy kicsit még jobb szülők, házastársak még jobb házastársak, a szomszédok még jobb szomszédok, mindenki, amit csinál, ami, azt még jobban tegye, magyarul emberségben próbáljunk egy kicsit többet tenni. Dombováron a régi korok karácsonyait idéző kiállítást mutattak be vasárnap. Régi karácsonyi szalvéták és képeslapok, elektromos játékvasút és ajándékba kapott babák is felkerültek a kiállított darabok listájára. A tárlaton bemutatott darabokat helyi egyesületek és magánszemélyek adták kölcsön. A település alpolgármestere azt mondta, még őt is meglepte, hogy látott olyan játékot, amilyet ő kapott gyerekkorában karácsonyra. Nagyon fontos felelősségünk az, hogy a jövendő nemzedékeknek elmondjuk, hogy mi volt régen. És nyilván, hogy öregszik az ember, ezt egyre inkább átérzi. Most, hogy átnéztem ennek a kiállításnak az anyagát, nekem is ilyen noszaikus érzésem támadt. Például kisvasút láttán, hogy nekem gyerekkorom ez óriási dolog volt. És már az én gyerekeimnek, sőt unokáimnak is egészen más a karácsony és más jelent. De én azt hiszem, hogy akkor kerek a dolog, hogyha azért tudják, hogy mi volt régebben. Karácsonyig rengeteg programmal készülnek a települések országszerte, hétvégente pedig szinte mindenhol adventi udvarok várják a vendégeket.